Nyonyó, világít a füle. Kedvenc helye a ruhaszárító. Nyonyó. Nyonyó beszorult. Ja nem. Nyonyó azt hiszi, hogy még mi mindig egy kilós. Akkor kezdett el ide felmászni. Sziasztok! Itt őrizzük Nyonyókával a tűzhelyet. Ott fő a rakott krumplinak való. Mi teljes rakott krumplit teszünk. És Nyonyó meg olyan aranyos volt, szinte nekifutásból ideugrott az ölembe, és közben műrögött egyet, és azóta itt van, és dorombol. Csak így helyezkedik, hogy kényelmesen üljön. Így össze van csomagolva. És nagyon aranyos. Kis cuki, hogy lehet egy macska ilyen édes? Okos kis feje van. Nagyon aranyos, még sose láttam ilyen macskát, aki ennyire ilyen kis kötődő lett. Ahogy leültem itt a konyhába, rögtön az ölembe ugrott. Szóval Nyonyókával ilyen az élet. Nagyon aranyos. És így ül. Így ül. Úgyhogy Nyonyóka egy ilyen különleges macska. És szereti, hogyha simizik közben a hasát. Na mi van, Nyonyó? Várod te is, hogy kapj egy kis kemény tojást? Nagyon figyeli, hogy ott mi történik. És közben dorombol, csak az most nem hallatszik. És most lefeküdt másképp. Hát nagyon mókás ez a macska. Nagyon mókás. Annyi örömet szereznek ezek a macskák. Jót tesznek az ember lelkének. Úgyhogy nagyon jó velük. És még a félénkebb macskámmal is, mert az is naponta egyszer azért oda jön Simire. Itt a Nyonyóka most itt kinyúlik, hogy láthassa azt az érdekes bugyborékoló fazekat. Hát, így telnek ezek a téli esték. És itt simogattatja magát. Hát hihetetlen. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy a macskák nem kötődnek. Hát nekik egyszer ki kéne próbálni fölnevelni egy kölyök macskát, ilyen 8-7-es kortól, mikor már nem szopiznak nagyon aktívan az anyjuktól, és úgy felnevelni, hogy ilyen kötődően, mint ahogy egy mama cica neveli. És akkor megtapasztalná, hogy milyen kötődő macska. Lehet. Édes kicsikém. És közben végig dorombol, csak ugye nincs olyan jó mikrofonom, vagy olyan profi mikrofonom, ami ezt a csendes kis zörejt felvenné, mert most ilyen halk dorombolást csinál. Ja, mindig elfelejtem, hogy nem tudom megfordítani a kamerát, szóval Nyonyóka most így fekszik. Ilyen kis édes. És figyeli a lábost, az nagyon izgalmas. Én nagyon szeret idejönni, mikor főzök, akkor lehet melegedni az ölembe. Én sokszor ülni szoktam a konyhába, mert most minek álljak. Például amikor palacsintát sütök, akkor is leülök, és az ölembe telepszik. És ilyen kis édes. Ja, egyébként a Nyonyóka nagyon tiszta, mert szobacica, nem megy ki. És nagyon jól érzi magát itt benn. Néha egy kicsit kiszokott a gangra menni levegőzni, de ideben úgy van kialakítva a lakás, hogy van egy galéria ágy, és a szekrények teteje az a macskáké.
Úgyhogy több vízszintes felület és mászó felület van a macskáknak, nem csak a padló az övék. Persze, amikor eszünk az asztalról, le vannak zavarva, meg le van törölve utánuk a vízszintes felület, de ők nagyon megszokták ezt a kis szobai létet. És nagyokat szoktak kergetőzni, meg mászni, meg játszani, meg rosszalkodni. Nyugyóka szeret fölmászni a ruhafogasra, ruhaszárítóra, milyen fregoli, és a tetején kialakítottam neki egy ilyen kényelmes kis helyet, ahol nézelődhet. Meg nagyon szeret bebújni a szekrényekbe, ezért figyelni kell, mikor becsukunk egy szekrényt, hogy ne legyen benne egy cica. Ilyen aranyosan megfogja az ujjamat. És annyira érdekes, hogy így megtanulta, hogy hogy lehet úgy megfogni az embert, hogy ne tegyen benne kárt. Tehát pontosan tudja szabályozni a kis karmát, és felismeri, amikor például nincs rajtam hosszú nadrág, vagy ilyesmi, és így leülök, akkor úgy ugrik rám olyan finom kis behúzott karmokkal. Most is úgy fogja meg az ujjam végét, hogy nem mélyezti be a karmát. És így aztán nincs rajtam macska karmolás. Meg persze nem nyúlok hozzá akkor, mikor ő nem szeretné. Mert azonban sok macska karmolás, aki akkor nyúl a cicájához, mikor az nem szeretné. Nem ugrunk át oda. Ó, most ide megint oda hemperedett a karomra. Igen, itt van. Nyúnyó. Cica selfie. Na mit szólsz? Ott a cica. Hogy nézi? És persze eldobja magát, mert szeretné, ha simízzem, és mikor tele van mindkét kezem, akkor nehéz simízni. Na jól van, hát ez volt a bejelentkezés, bemutatása Nyunyókának, aki mikor itthon vagyunk, akkor mindig így rám ragad, és rám ugrik, és örül nekem. Tehát ilyen a kötődő cica. Sziasztok!